Még csupán néhány vendéget vonzott a ladányi gyógyfürdőbe a hosszú hétvége, koranyári időjárása, de kétség kívül minden látogató jól érezte magát. A meleg miatt idén a megszokottól eltérően nem május 1-én, hanem április 28-án nyitotta meg kapuit a fürdő a strandolni vágyók előtt. 28-án nyitottunk meg, május 1-én minden püspökladányi lakosnak a belépés díjtalan lesz. Ez már kezd hagyományá válni, az idén sem kívánunk ezen változtatni, pont azért, hogy jöjjenek a családok és kapcsolódjanak ki gyermekekkel együtt, és nyugodtan tudjanak pihenni, illetve fürödni ugye a strand területén. Mind az öt medencével üzemelünk, ugye a tanmedence, a úszómedence, a két gyógymedence és a gyermekmedence. Úgyhogy minden korosztály megtalálja a maga szórakozási és kikapcsolódási lehetőségét. Új hangosítással próbálunk a vendégeink szórakoztatására lenni, és hogy egy környezetben, egy szép környezetben szól a zene, és kényelmesen lehet pihenni. A pihenni és regenerálódni vágyók elsősorban a gyógymedencét választják, hiszen ebben a vízben nátriumklorid, hidrogénkarbonát, jód, bróm található, valamint magas szerves anyagtartalommal rendelkezik. Ez az összetétel jó hatással van az ízületi gyulladás, izomfájdalmak, érszűkületek tüneteinek enyhülésében. Átutazóban vagyok a Hortobágyra, és útközben megálltunk itt egy kicsit pihenni. Kipróbálom, hogy milyen ez a gyógyvíz. Különösebb véleménye még nincsen, mert most vagyok itt először. Eddig más fürdőket látogattam. Most ennek a hétvégének az a célja, hogy körbeutazzak a hajdúságba, és kipróbáljam a gyógyfürdőit. Én rengeteget járok ki, nem csak ezen a szép napon, hanem mindig. Bérletem van, és rengeteget járok a fürdőbe. Szeretem ezt a vizet. Nekem az ízületeimre tökéletes. Másnak is biztos jót tesz. Úgyhogy meg szeretek idekint lenni, bérházban lakom, és így nagyon kellemes idekint. Kellemes a környezet, rendbe tartott, úgyhogy jól érzem magam idekint. A gyógy és a strandfürdő között az átjárás biztosított, valamint a kemping vendégei is átmehetnek a fürdő területére. Az igazi strandszezon várhatóan az iskolai szünetben indul be, hiszen akkor a gyerekeknek rengeteg szabadidejük lesz, és szüleikkel együtt a meleg nyári napokat a fürdőben tölthetik. A strandfürdő területén minden szezon előtt van tennivaló. Fokozatosan újítják vagy cserélik újakra a szabad ég alatt lévő eszközöket, figyelembe véve természetesen a vendégek igényeit. Az idén is az öltözőket újítjuk fel, a ivókutakat cseréljük le korszerűekre, amik már egy része le lett cserélve. Zuhanyzó, volt egy régi retró zuhanyzó a büfé mellett, egy négyállásos szabad kifolyású, ezt mindenféleképpen ki kellett már cserélni, mert annyira össze volt repedezve a beton, és ugye fel volt ázva már a talaj is alatta, a vízvezeték, a vízellátó rendszere is teljesen tönkrement, ugye a gyógyvíz megette, hogy ezt mindenféleképpen ki kellett, hogy cseréljük. Természetesen ez is egy korszerű, kiburkolt és egy mai kor követelményének a többi zuhanyzóhoz hasonlóan fog majd ez is kinézni. Vendégeinknek a kérése volt, hogy ne zuhanyrózsával ellátott, hanem szabad kifolyású legyen, tehát ugye, hogy tudják dögönyöztetni magukat alatta, tehát ezt az élményt is meghagytuk. Először zuhanyozás, majd irány a nagymedence. A strandolás szabályait be kell tartani, ám természetesen a nap égető sugarai ellen nem árt védekezni. A fürdőzés élménye talán annak a legnagyobb, aki nem régen tanult meg úszni, hiszen ezekre a pillanatokra egy életen át fog emlékezni. A strand szezon első napján már az úszók elfoglalták a nagymedencét. Hetente 3 alkalommal érkeznek ide, ám emellett még családjukkal is kijönnek strandolni. Egészséges is lehet egy kicsit úszni is. Elsőnek kezdtem a könnyűvel, utána kicsit nehezebbel, majd a hátúszással, és utána a gyorsúszást megtanultam. Be akarok jutni
a vízilabda bajnokságba, és még több érmet szeretnék szerezni. Mert egészséges, mert nagyon jó a hátnak. Többször jövünk a családdal ide, mert nagyon szép hely, és randolunk. Tavaly is kijártunk, mert már tavaly is jártak a gyerekeim úszni, hetente 3 alkalommal, és hétvégenként is kijöttünk a gyerekekkel, úgyhogy mi nagyon jól szoktuk magunkat itt érezni. Szerintem egyre szebb és egyre barátságosabb, szép a park, rendezett minden, úgyhogy én nagyon jónak tartom. Mivel a strandfürdő üzemeltetése évről évre többe kerül, a belépőjegyek árán is módosítani kellett. A püspökladányi lakosok kedvezményes fürdőbelépőt válthatnak, 10-20-30 napos és szezonbérletet vezettek be, valamint úszójegyet, úszóbérletet és kísérőjegyet. Ezen felül csoportos és családi belépők is rendelkezésre állnak. Ide látogató vendégeknek, csoportoknak is próbáljuk a kedvezményeket úgy kialakítani, hogy minél többen jönnek, annál több kedvezményt tudunk biztosítani, tehát a csoportos kedvezmények is rendelkezésre állnak, családi belépők rendelkezésre állnak, az úszójegyet bevezettük, úszóbérletet, kísérőjegyet, akik csak kísérőként érkeznek a fürdőterületére, karszalagos rendszert vezettünk be, pont azért, hogy ugye lehessen látni, hogy ki milyen szolgáltatás vett igénybe a pénztárnál, úgyhogy ez gondolom mind-mind arra szolgál, hogy a vendégeink kényelmét szolgálja, illetve lehessen látni, hogy ki milyen szolgáltatás vett igénybe. Egy felnőtt belépő például 900 forint, a ladányi lakosoknak 800 forint, valamint egy 3 fős családnak 2 felnőttel és 1 gyermekkel 1800 forintot kell fizetnie. A gyógyfürdő természetesen nem csak vízzel és kellemes környezettel, hanem több rendezvényel is várja idén a látogatókat. Természetesen az idén is folytatjuk azt a tavalyi szezonzáró bulit, ami tavaly a Vastag Csaba volt a sztárvendég, most az idén majd Takács Nikolász, várjuk majd a fiatalokat. Következő hónapban majd az Alma Együttes fog ellátogatni a gyógyfürdőbe, és egy nagyon jó kis családi programot szervezünk arra a hétvégére, illetve egyéb más színes programokkal fogjuk várni a fürdőbe látogató vendégeinket. Természetesen ezek majd mind-mind meghirdetésre kerülnek, hogy időbe tájékoztassuk a lakosságot a programjainkról. A püspökladányi gyógyfürdő vezetői abban reménykednek, hogy az idei szezon sikerét nem fogja befolyásolni az időjárás, és megfelelő mennyiségű látogatót tudnak majd a végén elkönyvelni. Ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a strandolni vágyók minél jobban érezzék magukat itthon a ladányi strandfürdőben.